Egymás hegyén hátán sorakoznak azok a notebookok, amelyek percekkel az átadás után már az Abátszalóki általános iskolások iskolatáskájában, iskola padján szolgálják a nebulók fejlődését. Ennek a projektnek a keretében a kormány az idejével bezárólag közel 460 ezer laptopot fog kiosztani. Jelen ciklusban április 22-től június 15-ig történik a laptopoknak a kiosztása. A legelső laptopok kiosztása 2002-ben történt meg, akkor a 9. évfolyamosok kapták meg, majd 2023-ban a 7. és 10. évfolyamosok, és most 2024-ben 5., 6. és 9. évfolyamon kapják meg a tanulók. Az Európai Unió programja az egész éven át tartó tanulás, a tanulási nehézségek, az esélyegyenlőség egyében hirdette meg a programot, amelynek során az abátszalóki felsősök is hozzájuthattak ezekhez a gépekhez. Látjuk a gyermekekben a jövőt, és így szinte folyamatosan mindig fejlesztés alatt volt az iskola. Minden lehetőséget megragadtunk ahhoz, hogy a gyermekeink a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak. Az elmúlt években, évtizedben új épületszárnyat építettünk, tornateremmel bővült az iskola épülete, majd az önkormányzat gondoskodásának következtében, még úgy is, hogy nem az önkormányzat lett a fenntartó, hiszen fenntartóváltás lett, hanem a karcagi tankerületi központ, akinek ezúton is köszönöm a hozzáállásukat, működésüket, a fenntartásukat, de mi komoly partnerei kívánunk lenni ebben a tankerületnek. Az új számítástechnikai eszközök várhatóan könnyebbé, gyorsabbá teszik az abátszalóki iskolások számára is a mindennapi tanulást. Reméljük, hogy nem olyan módon lesz majd rá szükség, mint a világjárvány alatt, amikor valóban otthonra szorultak a gyermekek, kiszorult az oktatás a falak közül, és azért, hogy az életet védjük, és a gyermekek és a családok biztonságát fokozzuk, ezért egy különleges jogrendben, egy különleges tanrend került bevezetésre. Nagyon bízom benne, hogy ez már nem fog visszajönni. Urai vagyunk a járványnak, de ettől függetlenül a felkészülést a mindenkori iskolai képzésre, akár azokra a záróvizsgákra, amik évvégén vagy a kompetenciamérésekor a gyermekekre várnak, akár a kimeneti vizsgákhoz való felkészülést is hatékonyan fogják segíteni ezek az eszközök. A notebook átadón jelentette be a Vármegyei Közgyűlés elnöke, hogy a Kovács Mihály Általános Iskolában hamarosan komoly 150 millió forintos energetikai felújítás is elkezdődik.